A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Az USA-ban található Golden Gate híd 27 évig volt a világ leghosszabb függő hídja. Ugyan ma már elvesztette ezt a címét, de még a mai napig az egyik legfontosabb jelképe és látnivalója San Franciscónak. A Golden Gate híd, magyarul aranykapu, az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függő hídja, amely a Csendes-óceánt és a San Francisco öblöt elválasztó szorost íveli át. A híd megépítése előtt csak hajón vagy csónakon lehetett átkelni. A rendszeres komphajójáratok az 1840-es években indultak meg, az átkelés pedig 20-25 percet vett igénybe. A Golden Gate híd építését 1933. január 5-én kezdték meg. Joseph Strauss lett a tervezésért és építésért felelős főmérnök. Mellette pedig olyan szakemberek voltak segítségére, mint például Irving Monroe építész. Az elmúlt 7 évtizedben számos földrengést túlélt a híd, többek között az 1989-es 7,1-es erejű rengést is. Eddig mindösszesen 3-szor kellett lezárni a hidat, azt is az erős széllökések miatt. Az építkezés kicsit sem volt veszélytelen. 2042 méter hosszú tengerszoros felett zajlottak a munkálatok. A szoros közepén a 150 méter mélységet is eléri. A gyakori viharos szelek és a köd pedig szintén nehezítették az építkezést. Strauss mozgatható védőhálót szereltetett fel az építkezés alá, ami akkoriban újdonságnak számított. Állítólag 19 építőmunkás ennek a hálónak köszönhette az életét. Az építőknek még speciális diétát is kellett követniük, ami Strauss szerint megelőzte a szédülést és az ájulásokat. A híd szerkezet vöröses, narancsos színét Monroe választotta a szokásos szürke és ezüst helyett, mert illett a tájhoz, valamint így a ködben is jobban látható a híd. A hidat 1937. május 27-én adták át a gyalogos forgalomnak. 1971-re megtérült az építkezés 75 millió dolláros költsége, pedig csak a délfelé, San Franciscóba tartó utasok fizettek rajta híddíjat. A Golden Gate híd sajnos az öngyilkosok egyik kedvenc helyszíne is lett. Becslések szerint körülbelül 1600-an ugrottak le a hídról, és vetették le magukat a mélybe. Az öngyilkosok elriasztására már több terv is született az utóbbi évtizedekben. Sajnos azonban eddig egyik sem valósult meg. Az Amerikai Építészek Intézete 1999-ben listát állított össze az USA legnépszerűbb építményeiről. A Golden Gate híd az 5. helyen szerepelt. Ezen kívül számos hollywoodi filmben fontos helyszínként is feltűnik. Nem csoda, hogy a Golden Gate híd San Francisco, Amerika és egyben a világ egyik leghíresebb és legismertebb hídja. Mához egy hétre ismét egy világhírű épületet mutatok be nektek, amelynek szintén érdemes lesz megismerni a történetét. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.